Kedves Hertes Aladár, úgy tudom, ön első között foglalkozott Magyarországon a személyi adatok védelmének kérdésével már az 1970-es évek közepén. Mit gondolt akkor erről? A személyi adatok kezelésével kapcsolatban úgy kerültem ebbe a témakörben, mint Pilátus a krédóba. Azért kellett vele foglalkoznom, mert egy korábbi kísérlet nem érte el azt a célt, amit akartak volna. Ezzel kapcsolatban merült fel az, hogy a személyi adatokat milyen mértékben kell védeni, milyen mértékben hogyan kell kezelni. Mik voltak azok a kérdések, vagy amik akkor felmerültek, amikre akkor valamilyen választ kellett adni? Hát először is annak a meghatározása, hogy melyek azok az adatkörök, amik a személlyel kapcsolatosak, és ezek közül melyik csoportot, melyik csoporttal lehet számítástechnikával összekötni, amivel ugye nyomozni lehet a személyi adatok között. Erről ma úgy tudom, egészen más felfogás van érvényben, mint akkor volt. Mert akkor milyen felfogás volt? Akkoriban megpróbálták teljesen függetleníteni ezeket az adatokat, úgy tudom, törvény is rendelkezett e felől, hogy számítástechnikával elérhető adatok egy gépen nem lehetnek akárhányan. Úgy tudom, hogy annak idején Arató Mátyás kérte fel arra, hogy tervezze meg ezt a rendszert, határozza meg ennek a rendszer létrehozásának a feltételeit. Amikor az első csapat kísérletet tett olyan rendszerek létrehozására, amik az első feladat megfogalmazásban előfordultak, és kiderült, hogy technikailag nem lehet a rendelkezésre álló eszközökkel ezeket a feladatokat megoldani, akkor újra kellett fogalmazni a feladatokat, és ebben már szerepünk volt nekünk, vagy az én részlegemnek, abban, hogy mit tartunk reális feladatnak, mit tartunk végrehajtható feladatnak, azokkal a gépekkel, amikkel rendelkezett az ország akkor, amihez hozzáfért az ország akkor, és le kellett rángatni a földre azokat az elképzeléseket, amik nagyon a lebegőben voltak. Azt el tudnám mondani, hogy honnan, hova rángatták le, tehát, hogy tulajdonképpen mi volt a problémája az első feladat megfogalmazásnak? És hát egy adatbázissal kapcsolatban, ahol többféle adatsor létezik, mindenféle kérdéseket fel lehet tenni. És föl is tették ezeket a kérdéseket, csak arra nem tudott a rendszer válaszolni, mert attól, hogy a rendszer képes legyen válaszolni mindenféle ilyen kombinált kérdésre, attól sokkal bonyolultabb, drágább rendszernek kellett volna létrejönni, és ilyen nem volt, ilyet nem lehetett csinálni. Mikor logikailag rendben volt, kész volt a rendszernek az első változata, akkor elkezdték betölteni az adatokat. És akkor az első 10 000 adat bekerült az adatbázisba fél óra alatt, a második 10 000 adat bekerült 5 óra alatt, a harmadik 10 000 adat az 2 hétig tartott. És akkor kiderült, hogy ez így nem megy. Ez a rendszer, amiről most beszélünk, ez az állami népesség nyilvántartó rendszer, ugye, amelyik Magyarországon létrehoztak, és aminek tulajdonképpen az egyik megalkotója volt. Most akkor az a kérdés, hogy ezek szerint az első változat az egy nem annyira működő változat volt, és akkor mik voltak azok, amiket alapvetően változtattak, vagy változtatásnak javasoltak? Hát végül az a rendszer, amit kialakítottunk és meg is valósítottunk, az gyakorlatilag egy lakcímnyilvántartó rendszer, ami némi változtatások után úgy tudom, hogy ma is működik. Talán a legrégebben működő rendszer Magyarországon. Most tudott olyan feladatokra válaszolni, hogy, és ezt meg is tette, hogy kik vannak egy választói névjegyzékben, vagy jövőre Pécsen hány
diák fog bekerülni a alsó iskolába, és ezt helyes volt még az elején, viszonylag az elején tisztázni, hogy ne legyenek olyan elvárások a rendszerrel kapcsolatban, amiket ott nem fog tudni teljesíteni. Mikor indult el ez a rendszer? Ez a rendszer a 70-es évek végén indult el. Körülbelül mi a 70-es évek közepén szembesültünk ezzel a problémával. És akkor tulajdonképpen ez a rendszer egy olyan rendszer volt, amely Magyarország teljes lakosságáról. Igen, ennek alapvető feladata volt, hogy Magyarország teljes lakosságát egy adatbázisba berakja. A személyekről tartsa nyilván a nevüket, születési adataikat, a születési adatnál az, hogy hol született és mikor, ezek szerepelnek, lakcím adataikat. Ezeknek az adatoknak persze a helyessége az volt az igazán izgalmas kérdés. Tehát a mi rendszerünknek az adatok felvitelekor bizonyos ellenőrzéseket végre kellett hajtani. Ehhez például úgy mellékesként tartozott egy lakcím nyilvántartó rendszer, amiben még személyek nem voltak, csak a lehetséges lakcímek. Uh-huh. Tehát ebből ki kellett derülni, hogy abban a városban, amiről szó van, létezik-e Harcsa utca. Ha nem létezik, akkor ne lehessen bevinni azt, hogy XY ott lakik. Vagy akkoriban még nem lehetett akárkinek akármi a keresztneve. Ezért kellett egy utónévbázis. Az utónévbázisban fönn volt az összes olyan név, ami adható volt, és akinek nem olyan neve volt, annak pehje volt, azzal külön kellett foglalkozni. Hogyan oldották meg ennek a nagy rendszernek a napra készen tartását? Hát először is az adatok összegyűjtése az úgy történt, hogy sok-sok, azt hiszem szovjet gyártmányú gépen fölvették az adatokat a bevallás alapján. Akkor a bevallás alapján bekerülő adatokat mi ellenőriztük, hogy a különféle adatbázisokkal, kis részadatbázisokkal hogyan kvadrál, hogyan tud összeférni. Milyen egyetemre járt? Én az ELTE-re jártam, 5-ös Lorán Tudományi Egyetem, és ott az alkalmazott matematika szakra. Matematikusnak is készült? Hát én eredetileg mérnök szerettem volna lenni, azt szerettem volna tanulni, de nem volt elég jó hely ez a származásom, mert apám katonatiszt volt a háborúban, hivatásos katonatiszt, és ez úgynevezett X-es származásúvá tett, és így aztán olyan érettségi bizonyítványok jöttek ki annak idején, mint például az enyém is, hogy általános eredménye jeles, tovább tanulásra nem javasoljuk. De hát akkor ez így ment. Ezek után én egy évet dolgoztam a Kaposvári Somogy megyei Tégőlegyári Egyesülésnél, és utána, ha nem is a Műszaki Egyetemre, de az alkalmazott matematikai szakra felvettek. Úgy tudom, hogy annak ellenére, hogy mérnöknek indult, és matematikusként tanult, már negyedéves korában megnyerte a Schweitzer Miklós matematikai emlékversenyt. Mit jelentett ez akkor önnek? Hát ez mondjuk közvetve biztos szerepet játszott abban, hogy miután befejeztem az egyetemet, akkor nem akárhova, hanem a Matematikai Kutatóintézetbe kerültem. Mert voltak olyan apróbb eredménykéim, amik erre feljogosították azokat, akik válogattak a hallgatók között. Pár szót mondan arról, hogy a matematikának milyen területével foglalkozott? Hát én legszívesebben geometriával foglalkoztam, és foglalkozom még most is, ha egyáltalán ez még a mostra vonatkozik.
Már egyetemista korában svájci szaklapban is jelentek meg publikációi. Én 56-ban tettem le a záróvizsgákat, 57-ben kaptam meg a diplomámat, 55-ben jelent meg az első dolgozatom. Szerencsém volt, mert Fejes Tóth Lászlónak egyik problémáját sikerült megoldanom, és ez neki annyira megtetszett, hogy ahelyett, hogy rám bízta volna ennek a publikálását, az én bizonyításomat németül cikké formálta, és az ő ajánlásával elküldte egy svájci folyóiratnak, ahol az meg is jelent az én nevemen. Egy csomó más cikket is sikerült írnom. Igen, én is úgy tudom, hogy azóta... Most mondjuk már 80 fölött vagyok. Nem csak korban, hanem... Cikkek számában is. Cikkek számában is. Én is úgy tudom, hogy a matematikai tevékenysége azóta is folyamatos, és nagyon sok cikke jelent meg. Hát, jelentős szaklapokban. A dolog természeti törvényei következtében ezért az csökkenőben van, persze. Térjünk vissza oda, hogy a Matematikai Kutatóintézetben dolgozott. Itt csináltuk a napi feladatokat, főleg ilyen tekerős gépeken, mert akkoriban még más nem nagyon volt. Egy-két évvel később akkor jöttek a rennymetállok, amiket villany hajtott, de még mindig csak mechanikusak voltak, csak a hajtógép volt villany. És akkor még szó nem lehetett kompjúterekről. Már egy hírekben hallott az ember Neumann gépekről, meg ilyesmikről. De ebben az irányba mindössze annyi történt, hogy Békési szervezett egy szemináriumot, ahol egy angol könyvet dolgoztunk föl, és megpróbáltunk megismerkedni a kompjútereknek az alap tulajdonságaival, programozási nyelvek alapjaival, és nagyon élveztük. Mi az a szubrutin, meg ilyen fogalmak szerepeltek. És akkor olyanban versengtünk, hogy mit tudom én, 10 számot sorba rakni ki tud kevesebb utasítással. Van az utasítás persze papíron, kézzel, ceruzával vagy tollal írt műveletek voltak, ahol a műveletek is elképzelt műveletek voltak, mert igazi gép az sehol se volt a közelben. Későbbiekben én persze nem hagytam abba a geometriát se, és nem csak Fejes Tóth Lászlónak, de Hajós Györgynek a szemináriumára is járta, aki szintén geometriát oktatott, és írt egy Bevezetés a geometriában című könyvet, és az a megtiszteltetésért, hogy amikor a könyvnek elkészült a kézirata, akkor én voltam az egyik házi lektor. Hadd kérdezzem meg, itt emlegette, hogy találkozott először egyáltalán számítógépes lehetőséggel, még papírral és ceruzával. Emlékszik arra, hogy igazi számítógéppel mikor találkozott, és melyikkel? Ez már még egy néhány évvel később volt, amikor elhagytam a Matematikai Kutatóintézetet hűtlenül, és elindultam alkalmazási irányba. Egyik volt évfolyam társam beszélt rá, hogy a NIM IGÜSZI nevű céghez menjek el, és ők a Néhányipari Minisztérium egy-két fontos cégénél, például a gyógyszeripari cégeknél, bányászati cégeknél végeztek adminisztratív szervezési munkát és ehhez kapcsolódó kompjúteres tevékenységet, ahol nagyon primitív, a legelső generációkhoz tartozó angol-amerikai gépek jöttek ide. Azt hiszem a Kohói és Gépjövő Minisztériumba is jött egy, és próbáltuk ezeket kihasználni, próbáltunk ezekből eredményeket kivasalni,
listákat iratni a nehézkesen működő nyomtatógépekkel. Mielőtt a Nimbikuszibe került, ha jól tudom, akkor több ösztöndíjjal járt külföldön. Így például 59-ben 3 hónapig volt Freiburgban, aztán 3 hónapig 63-ban Rómába, és aztán 65-ben pedig kint volt az Egyesült Államokban. Egy pár szót mondana arról, hogy abban az időszakban nem szokványos utakon, külföldön miket látott, tanult, hogy élte meg? Igen, hát ez tényleg egy óriási lehetőség volt, és ebben biztos szerepet játszottak azok az eredmények, amiket mint kezdő tudtam produkálni. Ilyenkor bekerül egy másik közösségbe, ott rengeteg új kollégával találkozik, elkezdő, nagyon sokszor matematikusok szeretnek összeülni és együtt dolgozgatni, és aztán ez általában folytatódik akkor is, amikor már nem egy helyen vannak hely szerint. Abban az időszakban, amikor a technika még nem segítette a közös munkát távolságban, akkor hogy oldották meg? Mert ezt mondja, hogy a matematikusok számára egy nagyon inspiráló, jó dolog, ha közösen gondolkodnak. Igen. Hát ugye lehetőség, a triviális lehetőség az, hogy az ember megfogalmaz valamit, és elküldi, és akkor a másik megjegyzéseket tesz rá. Hogy a matematikusok időnként többször is leírják, és módosítják, és bővítik, és módosítják megint, és megint bővítik, vagy szűkítik azt, amit írnak. Erre példának hadd említsem, hogy Fejér Lipót, aki egy elég híres matematikus volt, állítólag általában 12-szer írta meg a cikkeit, míg elküldte publikálásra. Hát igen, mert ez kicsit olyan, mint egy művészet, valami állítást bizonyítani akar az ember közbüső matematikai állítások láncolatán keresztül, úgyhogy a leghíresebbek se röstelték többször is átírni a cikkeiket, mielőtt azok megjelentek, mint ahogy mondjuk egy festő is esetleg javítgat a festményen, mielőtt az bekerül egy kiállításra. Úgy tudom, hogy a Nimbikusziből Rabár Ferenc, aki akkor az Infelor igazgatója volt, önt és a csapatát átcsábította az Infelorba. Így igaz. Mivel csábította? Hát az a témakör, amivel én azután, hogy eljöttem a matematikai kutatóból, elkezdtem foglalkozni, és akkor párhuzamosan ment a geometria és ez a másik témakör. Ezt úgy hívták, hogy operációkutatás. Hasonló problémák megoldásával Rabárféle intézetben is foglalkoztak, és Rabárnak az volt a koncepciója, hogy ezt a két társaságot összevonja, és akkor egy ütőképesebb és nagyobb feladatok megoldására képes társaságot hoz össze. Vállalati modellek mellett ugyanezeket a modelleket próbáltuk továbbfejleszteni. Aztán ez általában szükséges valami matematikai háttér, vagy számítástechnikai háttér. Mondjuk matematikai háttérén értem azt, hogy fölírjuk a képleteket, számítástechnikai háttérén azt, hogy ki is számoljuk a dolgokat, ami sokszor elég nehezen ment, mert nagy méretűek voltak ezek a modellek. Olyan modellek voltak, hogy ki az, mondjuk a tervhivatalban, hogy az, hogy villanyt termeljenek az országban, ahhoz mondjuk szén kell. De az, hogy szenet bányászanak, ahhoz általában villanyt is felhasználnak. És akkor itt visszacsatolódik a dolog, hogy abban a villanyban egy rész villany is van. Most visszaértünk ahhoz, amivel kezdtük a beszélgetést,
Ugye Arató Mátyás volt az, aki annak idején felkérte a népesség nyilvántartó rendszer kidolgozásához. Tulajdonképpen milyen technikai háttér állt akkor rendelkezésre, és akkor most már értem, hogy bizonyos komoly tapasztalatokkal rendelkeztek már. Milyen gépen ment annak idején ez a rendszer? Úgy emlékszem, hogy Honeywell gépen dolgoztunk. Amikor elkészültek, akkor a KSH kitüntette ezért a munkáért. Mit érzett ön ekkor? Mennyire tartotta még szemmel ezt a rendszert, vagy pedig egy egészen új munkához kezdett? Mindenesetre az egy jó érzés volt, hogy sikerült ezt a problémát megoldani, annak ellenére, hogy sok minden keretbe állt előttünk, különösen a fizikai, a műszaki lehetőségek, amik ugye a embargó néven elhíresült elvnek következménye volt. 86 és 90 között azt, akiba dolgozott. Ott milyen feladatokkal találkozott? A Stakiban én Demetrovics János főosztályhoz kerültem, akkor már akkor nem főnöknek mentem oda, hanem részben nosztalgiából geometriával foglalkozni, másrészt egy egészen újszerű problémával kellett ott foglalkoznunk. Akkoriban volt, hogy az egyik nagy biztosító cég megvásárolta a Hungária biztosítót, ami egy magyar cég volt, és ehhez számítástechnikai háttér is természetesen kellett. De egy érdekes új feladat viszont igen, az, hogy a Hungária biztosítónál személyi számítógépekre alapuló országos hálózatot alakítottak ki, és a mi dolgunk az volt, hogy ebből egy összefüggő és egymást támogató hálózatot alakítsunk. Itt az érdekesség az volt, hogy több száz PC-nek az együttműködését kellett biztosítani, aminél megint ki kellett alakítani bizonyos fogadó, meg küldő rendszereket, és akkor ott voltunk, ezt Hungária Számítástechnikai Kft.-nek hívták, ez már független volt a Stakitól. A Stakitól egy néhány embert, engem is beleértve, kivásároltak. Közben az idő haladt előre, és én egyszerre csak észrevettem, hogy nyugdíjban vagyok. És aztán más irányba folytattam. Két kollégával, akikkel korábban is már együttműködtünk, alakítottunk egy Kft.-t. A tevékenységünk elsősorban rendszertervek véleményezése, meg ilyesmik irányába ment. Mi nem feldolgozást csináltunk. Például szerették volna, hogyha minél automatikusabb lesz a nyugdíjak kiszámítása. Igen. És a nyugdíjak kiszámítása min alapul? Hát azon, hogy ki mikor, mettől, meddig, hol dolgozott és mennyit fizetett be. És hol vannak ezek az adatok? Ja, hát itt, meg ott, meg amott. És ha összeszámolom, 135 kilométer hosszan vannak polcokon. Hogy lehet ez hozzáférni? Mit lehet ezzel csinálni? Hogy lehet biztosítani azt, hogy addig, amíg valaki mondjuk 40 évig dolgozik, ha lusta és nem akar tovább, akkor hogy lehet biztosítani azt, hogy a 40 évnyi adata az egyszerűen elérhető legyen, és hibátlan legyen, és nem egérrágta, mint a jelen esetben ugye sokszor van. És akkor a mi dolgunk általában az volt, hogy különféle ilyenszerű feladatokra kaptunk megbízást, hogy vagy hogy segítsünk kidolgozni a koncepciót, vagy hogy véleményezzük azt, amit mások kidolgoztak. Beszéltünk a nagy rendszerekről, amelyekben dolgozott, de úgy tudom, hogy emellett tanított is egyetemeken. Szeretett tanítani? Mit tanított? Őszintén szóval én szeretek tanítani olyanokat, akiket érdekel az. És nem szeretek tanítani olyanokat, akik azért vannak ott, mert ez az aláírás. Ilyen is volt.
folyamatosan a matematika területén is dolgozott, publikált. Már 1960-ban elismerték ezt a tevékenységét Grünwald Géza emlékéremmel, a diszkrét geometria terén elért eredményeiért. Később kétszer akadémia díjat is kapott. Beszélne egy kicsit erről a tevékenységéről is? Hát, 2000-ben lettem akadémia doktora, és az egyik bíráló az meg is jegyezte, hogy a szóbanforgó időszakban hogy körülbelül 20 év kiesik a geometriából, amikor a már tárgyalt témákkal foglalkoztam. Nekem már akkor, amikor még a matematikai kutatóban voltam, már akkor is volt egy olyan kis érzésem, itt is ez a mérnökbeütés, hogy van bennem, vagy legalábbis volt akkor olyan igény, hogy ne csak elméleti érdekességű dolgokkal foglalkozzam, hanem olyannal is, ami gyakorlatilag is valakinek valahol hoz valamit. Úgyhogy én szívesen foglalkozom olyan problémákkal, amik újszerűek. Hogyha az ember megosztja az erőforrásait, akkor kevesebbre viszi. Másrészt lehet, hogy színesebb lesz az élete. Ha színesebb életről beszél, akkor egyrészt úgy tudom, hogy verseket is írt. Nagyon szerették a kollégái a verseit. Ugye a Stucky News-ban is sok megjelent ebből. Néhányan tudnak is egyet-kettőt. Azt a társaim közül. A versírás, az hogy jött önnek? Miért? Hát egy általában definiált struktúra, még az is jó, hogyha rímel, az is jó, hogyha van benne valami poén. Akkor örömmel írt verseket. Szeretne verset hallani? Hát lehet. Mondjuk voltam én egyszer 3 hétig Tanzániában, egy unió kiküldetéssel egy rendszert kellett véleményezni. Maradjunk a maszájoknál. Igen. Mert ugye ott azok laknak. És akkor ott írtam egy limeriket, ami igazából egy gazdasági földrajzi limerik. Vadakat űz a maszáj, őt űzi ár és aszáj, meg űzi az asszony, hogy zebrát nyilazdon, de nem mondja neki, hogy kaszáj. Akár a matematika, igen? Akár a nagy rendszerek területén. Van-e olyan kérdés, probléma, ami a jövőben izgatja, és úgy érzi, hogy az, ami... Ami engem izgat? Igen. Az, ami foglalkoznám. Én tele vagyok geometriai kérdésekkel például. Én szívesen foglalkoznék még ilyen kérdésekkel, kettesben, hármasban, és így tovább, de már nem szívesen foglalkozom egyedül. És most az utóbbi 2 évben olyan igazán említésem méltót nem sikerült csinálni. Előző években pont azzal, hogyha együtt tudtam valakivel dolgozni, azzal tudtunk eredményeket elérni, és most is úgy hiszem, hogy ezt kellene csinálni. Úgyhogy én azt hiszem, hogyha sikerülne valakit beugratni, akkor van egy hosszú listám problémákról, hogy erre is válaszoljak egy kicsit. De előbb kérdezte, hogy van-e. Ja. Van olyan. És akkor igazából ilyen matematikus partnereket kéne találnia hozzá? Biztos abból is van listája? Igen, azokból is van listám. Például azok, akikkel írtam közös dolgozatot.
Akkor előbb próbálom is őket aktivizálni, de másoknak is van baja. Egyik kicsit sántít, másik kicsit rosszul lát, harmadik az úgy hal, mint én. De vannak unokáim is. Majd megpróbálom őket is valamire beindítani.